A Sárvári Oratórikus Kórus nyilvános próba keretében több eseményről adott tájékoztatást a Hangvilla épületében. Ismertették a művészeti együttes 10 éves jubileuma tiszteletére szervezett ünnepi év programtervét is. A Sárvári Oratórikus Kórus januártól 10. jubileumi évébe fordul, nyilatkozta dr. Szalai Ferenc egyesületi elnök, aki az ünnepi év alkalmából tervezett programjaik sorolásába kezdett. Próbáltunk 10 meghatározó olyan összejövetelt programot szervezni, ami jól jellemez bennünket. Pályáztunk is már idén, a jövő évre a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-hez, a miniszterelnökségi hivatalhoz, hogy ezeket a programjainkat meg tudjuk valósítani, hiszen pénzbe kerül. Próbáltunk az idén már spórolni, pályázni, de természetesen ahhoz, hogy 2 nagy koncertet tervezzünk a jövő évben. Június 24-én lenne az első, egy egész estés koncert, ami újdonság lenne. Tulajdonképpen a tánckarnak az összehívása és meghirdetése is erre a koncertre szól, illetve adventben szeretnénk Neked írom a dalt címmel egy szerzői estet a kórus vezetőnknek a fordításaiból, kórusát irataiból elkészíteni, úgyhogy pont egy évünk van rá, hogy ezt is végig gondoljuk, hogy mi az a rengeteg dal, amihez ő jól érzékkel hozzányúlt, és le tudjuk válogatni, és elő tudjuk adni. Az elnök a jubileumi év további mérföldköveit is sorolta. Most december 10-én a postatéren fogunk a karácsonyfa tövében szerepelni, énekelni egy rövid műsorral. Aztán a jövő évben a március 15-i műsort a Magyarnak lenni büszkeség címet fogjuk adni. Úgyhogy ott fogunk a városi rendezvényen szerepelni. Tervezzük a május 1-jét, hogy valószínűleg megint lesz városi májusfa állítás, és ilyenkor szoktunk egy majálist is magunknak összehozni a szokásos retro rizses vagy tarhonyás hússal. A programokat délután úgy magunk folytatjuk. Ezen kívül áprilisban szervezünk a Megyei Vöröskereszttel együtt egy véradást, egy jótékony jellegű rendezvényt szeretnénk sok-sok ajándékot is adni a résztvevőknek, illetve ugye a nyári programot mondtam, a nagy koncertet, tervezzük idén is, vagy jövőre is, hogy elmegyünk kórustáborba, ez általában egy ilyen edzőtábor jellegű szokott lenni, nagyon jó hangulattal és kóruspróbával. Valamint az őszi időszakban szeretnénk megint a maihoz hasonló nyilvános próbát, ami a kórustag toborzást segít. A Sárvári Oratórikus Kórus 10 éves jubileumuk jegyében tehát több előadást is tervez. Az egyik június 24-én lesz, ahol táncosokra is szüksége lesz a művészeti együttesnek. Pécz Eszter, a Sárvári Oratórikus Kórus elnökségi tagja elmondta, kiket várnak soraikba táncosként. A jövőre több olyan produkcióval is készülünk, amiben hangsúlyossá válik a színpadi jelenet, és éppen ezért nem csak a kórus szólamaiba keresünk énekeseket, hanem a kórus tánckarába is keresünk táncosokat, és várjuk azokat a 15 évnél idősebb vállalkozó szellemű, jó táncoslábú embereket, akik jó ritmusérzékkel rendelkeznek, és nem áll távol tőlük a színpadi szereplés sem, illetve az sem probléma, hogyha ezek az értékek eddig még rejtve maradtak, és az sem jelent gondot, hogyha valaki egyedül érkezik, és még nincsen párja. Pécz Eszter néhány kulisszatitkot is elárult arról, milyen stílusú zenékre kell majd a tánckarnak a koreográfiát megtanulnia. Talán még nekünk is most rajzolódik ki leginkább, hogy milyen repertoárunk lesz, és milyen dalokat fogunk énekelni. Lesznek olyan populárisabb dalok természetesen, ami közönségkedvenc, de lesznek újdonságok is, lesznek többféle országnak a híres dalaiból válogatott dalok is, és többféle táncstílus éppen emiatt. Tehát egészen a magyar táncoktól akár mindenféle indiai vagy arab táncokig felelhető lesz majd.
A 10 év mögöttünk, sok terv előttünk szlogent kapta a Sárvári Oratórikus Kórus jubileum éve, amely garantáltan sok élményt tartogat a tagok és a közönség számára egyaránt.